Miniszter úr, ezen a portfólió konferencián két nap alatt a mezőgazdaság színe java megjelenik. Milyen jelentősége van egy-egy ilyen tanácskozásnak a véleményed szerint? Rögtön fontos, hiszen túl vagyunk az idei betakarításon, sőt az őszivetésen is. Pont egy jó időpontban van, mert van alkalom és idő arra, hogy egy kicsit megálljunk, és leüljünk, találkozunk egymással. Tegyünk egy kis számvetést. És a számvetésből mindig tervek születnek, a jövő tervezése. Az, hogy itt majd 1500 ember, 1500 kiváló gazda jelen van, akik a magyar mezőgazdaságot a hátukon hordozzák és viszik. Ez egy nagyon fontos lehetőség az ő számukra is. Egymás tapasztalatait meglátva, meghalva, akár a kötött, akár a kötetlen programokban olyan lehetőséget, olyan információkat tudnak egymással kicserélni, amit egyébként nagyon nehéz volna külön-külön, egyen-egyenként. Ez egy óriási érték, óriási szellemi potenciál mindaz, ami itt a portfólió konferencián történik. A változásról beszéltél a hallgatóságnak. Pontosan így van, hiszen az egész világ változik körülöttünk, minden megváltozott. Ha az éghajlatot tekintjük, ha a gazdálkodási körülményeket tekintjük, ha a társadalomban végbe menő változásokat tekintjük, minden változik. Nem lehet, hogy csak mi nem fogunk. És ahhoz, hogy meg tudjunk felelni ezeknek a kihívásoknak, az új igényeknek, az új helyzetnek, ahhoz nekünk is változni kell. Akarnunk kell nyitottnak lenni az újra. Akarnunk kell befogadóak lenni az új technológiákra. Akarnunk kell meghallani, megtanulni, meglátni az új lehetőségeket. Ha ez nem következik be, akkor bármi történhet. Hiába lesz rendelkezésre bocsátva a legtöbb pályázati forrás, hiába lesz a legtöbb tudományos eredmény, ha a gazdálkodó úgy érzi, hogy neki ezzel nincsen dolga, hogy neki nincs szerepe és felelőssége, akkor nem leszünk sikeresek. Ezért szükségesek az ilyen konferenciák is. A szemléletváltást elősegíteni, a formálódást, az alakulást kialakítani bennünk. Ezek azok a fontos szempontok, amiről itt a portfólió konferencián is beszélek. Másképpen kell gazdálkodni a termelőknek az elkövetkezendő években. Járod az országot, nagyon sok termelőnél megfordulsz te is. Hogy látod, hogy mennyire fogadják el a termelők ezeknek a változásoknak a szükségességét? Egy folyamat van. Először keresik a hibást. Ki miatt, miért nehezebb és miért eredménytelenebb a gazdálkodás, mint ami eddig volt. Aztán, amikor ezen a fázison túl vannak, akkor kezdődik egy kétségbeesés, hogy akkor hogyan is tovább. Kezdődik egy útkeresés, és itt már jó úton vagyunk. Mert rájönnek arra, hogy igen, változni kell. És akkor már egy olyan építő jellegű folyamat indul el, ami nagyon-nagyon fontos dolog. Aminek pontosan egy fázisa itt a portfólió konferencia is. Látni a jó példát mástól, látni, aki már egy lépéssel előttünk tart. Nézni annak az eredményeit, hogy akkor hogy történik. Hiszen itt dunántúliak és tiszántúliak jelen vannak. Itt van a homokhátságon gazdálkodók is. Tehát sokféle tapasztalatot lehet ütköztetni, sokféle tapasztalatot lehet meglátni. És az, hogy egyik esztendőben az egyik gazdának megy jobban, a másik esztendőben egy másiknak, de mégiscsak valami közös konklúzió van. Igen, a precíziós gazdálkodást nem hagyhatjuk ki, a technológiai megújulást nem hagyhatjuk ki, az új technológiai eljárásokat nem hagyhatjuk figyelmen kívül. És aztán kell egy nagy felismerés, ami a következő időszakunkat meghatározza, és erről hangsúlyosan beszéltem itt a konferencián is. A termelői együttműködések kérdése. Hogy tudjuk a méretbeli különbségeket csatornázni? Hogy tudjuk kiküszöbölni azokat a hátrányokat, ahol egy kisebb termelőnek az input árak beszerzésénél hátránya van, az értékesítésnél megint csak hátránya van? Hogyan tudjuk a mezőgazdaságban megtermelt javakat úgy értékesíteni, hogy nincs benne méretbeli hátrány? És hogy tudjuk a feldolgozóipar számára a megfelelő mennyiségű és minőségi alapanyagot hatékonyan biztosítani? És a következő időszakot és a versenyképességünket alapvetően az fogja meghatározni, hogy tudunk-e integrációkat létrehozni, tudunk-e egy-egy termékpályát fölépíteni úgy, hogy abba a legkisebbtől a legnagyobb szereplőig mindenki megtalálja helyét.
És az, amikor így együtt vagyunk, azt látni, hogy lehet kötetlenül beszélni, ki lehet alakítani azt a bizalmi kapcsolatot, ami szükségesek ezekhez az együttműködésekhez, nagyon-nagyon fontos, pénzben nem meghatározható és megfizethető értéke van. És azért jöttem én is, hogy erősítsem ezt a gondolkodást, hogy találják meg egymást a termékpálya szereplők, jussanak döntésre, határozzák el, hogy mit szeretnének, fogalmazzák meg, hogy mire van szükség ahhoz, hogy Burgonyából 2030-ra önellátók legyünk. Hány hűtőház, hány tárolókapacitás, hány burgonya felszedő gombány kell, milyen technológiát kell biztosítsunk a pályázatokba ahhoz, hogy ez a termékpálya működni tudjon és eredményes legyen. Hiszen azt látjuk, a hagyományos technológiával decemberig tudunk hazai burgonyát az asztalra tenni, de mi szeretnénk az év minden napján hazai burgonyát tenni. Ahhoz viszont beruházások kellenek, amit a kormányzat az új agrártámogatási rendszerben tud és képes biztosítani. Csak meg kell találni hozzá a szereplőket és az együttműködő partnereket.